készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Hildám, tartasz még abból a magyar gyomorkeserűből? Természetesen mindenki a vendége. Drága ödönöm, szerintem ne ígyunk többet, mert nem fogok hazatalálni. Hát, Ottókám, én diákkoromban nem voltam ennyire bátortalan. Vagy Brémában inkább templomba járnak a diákok kocsma helyett? Korán sem. De ez a negyedik estém, amit itt töltök. És ne feledd, Bréma városa a kikötőtől majd 50 kilométer velocipéddel. Nyertél. Nekem ez csak a második estém, és itt lakom a kocsma felett. Viszont ha folyton itt lóksz, bizonyára tudod, ki az a balta arcú férfi, aki a 9. sört issza egymagában a mögötted lévő asztalnál. Tegnap is ugyanott ült. Na látod, ez engem is érdekel. Fogalmam sincs kicsoda, pedig tegnap előtt is itt volt. Kérdezzük már meg! Üdvözlöm, Geiger Ödön újságíró vagyok. Ne haragudjon, hogy megszólítom, de arra gondoltunk Otto Stadtmüller barátommal, hogy meginvitáljuk az asztalunkhoz. Már amennyiben nem szánt szándékkal törekszik a magányra. Dehogy! Csak nem ismerek itt is senki. Antonio Zaninovics vagyok. De otthon, Kvarszigeti, mindenki csak Slivónak hív. Én szívesen iszom egyet az urakkal. Nagyszerű, Slivó, mint a pálinka. 3 kupicával kérek, drága Hilda. Szabad megkérdeznem, mit keres Bremerhavenben, ilyen távol az Adriától? A Tegetov gazdösre szerződtem matróznak. Lehet, hogy soha többé nem látom az Adriát. Nem mondja, én a képes világot tudósítom a Tegetov indulásáról. Éppen ma készítettem interjút Kár Vejprek kapitánnyal és Kepes Gyula hajóorvossal. Elképesztő vállalkozásra készülnek. Az északkeleti átjárót még senkinek nem sikerült végighajózni. Hatalmas előnyt jelentene, ha ez először az osztrák-magyar monarchia expedíciójának sikerülne. Arról nem is beszélve, hogy Herr Weyprech szerint akár az északi sarkot is elérhetik. Ha maga mondja, én csak annyit tudok, hogy marha hideg lesz. És a szél veszete, mint a bora. Zivili, egészség! A sikerre, micsoda találkozás! A kapitány és a hajóorvos urak igen szűkszavúak voltak, és a hajóra sem sikerült feljutnom. Nem bánja, ha felteszek pár kérdést az utazással kapcsolatban? Bánni nem bánom, de nekem mennem kell. Hamarosan indul a hajó, és ha észreveszik, hogy nem utoltottam az éjszakát még, az is lehet, hogy eltanácsolnak. Ó, hát elkísérem a hajóig. És ha bátorkodik elfogadni pár üveg töményitalt, szívesen körbenéznék a fedélzeten. Ígérem, csendes leszek, mint a holdvilág. Ott uvek késerű, de ha észreviszik, letagadom, hogy ismérem. Áll az alku. Hilda drága, lenne egy ajánlatom. Felvételezek 5 üveg cvakunikumot a pultból, de mivel sietnem kell, és a tárcámmal tegnapi italozás után történtek miatt inkább fennhagytam a szobámban, holnap reggel fizetem ki. 2-szeres áron. Természetesen a mostani fogyasztással együtt. Ottókám, velünk tartasz? Igen. Na jó, azt hiszem már elég volt mára. És tényleg vissza kell jutnom Brémába velocipéddel. Otto, te strammabb vagy, mint a sarkutatók, drága barátom. Holnap találkozunk. Addig is a legjobbakat. Hova tovább, magyarok? Jeges medve pörkölt csokoládéval. Főszerepben Barát István. Hogy a rossz se begye meg! Én még sosem dübörgött a fejem. Hol vagyok? Atya úr. Van ott valaki? Haló? Ha-ho? Jézusom! Hát maga meg mi a fészkes fenét keres itt? Doktor Kepes! De hiszen... Ön az az újságíró, akivel tegnap beszélgettünk. Geiger Ödön szolgálatára, és magam sem tudom, mi történt. Azzal az állapotát elnézve valószínűleg nincsen tisztában, hogy ön a Tegenhof fraktárában tartózkodik mindenféle engedély nélkül. És ez már csak azért is problémás, mert a hajó 8 órája kifutott, és legközelebb 3 hét múlva kötünk ki Észak-Norvégiában. Nagyon röstellem, de valóban hiányosak az emlékeim. Persze minden felelősséget vállalok. Azzal tisztában van, hogyha kitudódik, hogy maga feljutott a hajóra, akkor az egész utat veszélybe sodorhatja?
Ha a támogatóink szervezetlennek ítélik az expedíciót, könnyen kihátrálhatnak a vállalkozás mögül. Így semmiképp nem fordulhatunk vissza. Kérem, kövessen, adok némi szalicilsavat, de azután beszélnie kell a kapitánnyal, aki majd eldönti, hogy mi legyen magával. Unmöglich! Das ist unmöglich! Végülis mi másra számíthat a Monarchia egy magyar újságírótól? Remélem tudja, hogy a tengerbe kéne dobatnom. Bizonyára találunk diplomatikusabb megoldást, Herr Weyprecht. És még alkudozik is. Kéznél van a fegyvere, von Payer? Julius Johannes Ludovicus von Payer? A neves alpinista személyesen? Ne rajongjon annyira érte, hisz éppen arra szeretném megkérni, hogy lője önt homlokon. Tegyenek az urak belátásuk szerint. Én csak azt akarom megkérdezni von Payertől, ha már így összehozott minket a véletlen, hogy mi a véleménye a Grossglockner északról történő megmászásáról? Lehetetlen vállalkozás. De most komolyan, ez érdekli a legjobban. Magam is elég lehetetlen helyzetben vagyok. Viszont én úgy gondolom, hogy igenis meg lehet mászni a Grossglocknert észak felől. Lehet, hogy nem 10 éven belül, de egyszer eljutunk odáig. Csak gondoljon bele, hogy mennyit fejlődött az alpinizmus az elmúlt évtizedekben. Arról nem is beszélve, hogy úgy tudtam maguk az északi sark elérését sem tartják lehetetlennek. Unmöglich! Ezt a pimasságot! Azt kell mondanom, drága kapitányom, hogy ez a firkász nem beszél sületlenségeket. Az embernek néha hinnie kell az álmaiban. Ahogy mondja, főhadnagy úr. Csak arra kérem önöket, hadd húzzam meg magam a hajón Tromszőig, a norvég kikötőig. Csak az utolsó évben buktam ki az orvosi egyetemről. Talán még Herr Kepesnek is tudok segíteni valamiben. Hát ezt tényleg nem hiszem el. Az expedíció tudományos vezetője és egy potyautas összeesküvésző a kapitány ellen fél nappal az indulás után. Valóban lehetetlen helyzet elé állított minket, Herr Geiger? Kérem, jelentkezzen inasként Kepes doktornál. Ám ha még egyszer meglátom a kabinom közelében, elintézem, hogy a dalmát matrózok haleledel csináljanak magából. Végre megérkeztünk a sarkvidékre. Nézze, milyen gyönyörű a tenger. Ne is mondja, Kepes doktor. A nyári havazást nézve már kezdem bánni, hogy nem szálltam ki mégis Tromszőben korábban. Próbálja inkább meglátni a szépséget az ürességben. Mintha csak mellékalakok lennénk egy Caspar David Friedrich festményben. Ha ekkora rajongója az elfeledett mesternek, talán Jacques-Louis David szavait is ismeri. Vele vonult be a tragédia a tájképfestészetbe. Ne húzzon, Geiger, ne húzzon, mert nem állok jót magamért. Vagyis magáért. A szavamat adtam Weyprechtnek, hogy minden rendben lesz. Nem miattam aggódjon, doktor úr. Figyelje inkább a jégtáblákat. Mióta kísérőhajunk az Isbjörn visszafordult, óráról órára romlik a helyzet. Karpadi vákra! Rosszat sejtek. Ez is Zernan Bene! Lorenzo Marola, a kormányosok gyöngye az elmúlt 2 hónapban csak egyszer károkodott. És akkor is csak azért, mert megkóstolt a Zaninovics titkos újtóját. Hiába figyelmeztettem, hogy a grappához képest meglehetősen... Úgy tűnik, teljesen körbezárt minket a jég. Augusztus végén járunk, így ha nem tudunk kiszabadulni a következő napokban, itt kell töltenünk az egész telet. A kártyaadósságaim növekedését tekintve ez valóban problémás lehet. De kevesen mondhatják el magukról, hogy jégbefagyva várták az új évet, éjszakabbra valamennyi emberi lénynél. Boldog karácsony, doktor úr! Be kell vallanom, ez az első karácsony, amit megünneplek. Hát, néha szorult helyzetbe kerülünk, drága ödönöm. De ne aggódjon, Lorenzo sem gondolta volna tavaly ilyenkor a Triesti katedrálisban, hogy holnaptól 8 napig a Hanukát ünnepli. Úgy tűnik, a sötétség és a hideg hatására az ember átértékeli a hitéleti tevékenységét. Szóval bizakodjunk, hogy nem ez az utolsó karácsonyunk. Hát, amikor a jég elkezdte összeroppantani a hajót és kiköltöztünk a fagyba, én már nem bizakodtam semmiben. De a Tégethof jól bírta a gyűrődést, és mégiscsak itt ünnepelhetünk. Ne is mondja.
Többször is kibepakoltuk a rakományt. Szerencsére minimálisak a veszteségeink. Maga mindent megtesz, hogy túléljük a telet. A legénység kiváló egészségnek örvend. Fél év alatt semmilyen komoly orvosi probléma nem akadt. Nem is hallottam még hasonló expedícióról. Véleményem szerint az orvostudománynak nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a betegségek megelőzésére, mint azok gyógyítására. Hisz egy komolyabb kór sokszor csak a szervezet felborult egyensúlyi állapotának köszönheti eluralkodását, azaz valójában csak tünet. A test vagy a lélek megrendülésének tünete. Erről már beszéltünk, amikor Tromszőben megalkuttunk arra a három hordó tartósított sarki szederre. És hát alaposan megrendültem, míg felcipeltem a hordókat a hajóra. A testgyakorlás is hasznos a betegségek ellen, de ha már szóba hozta, az efféle pirosas gyümölcsök a vitaminokon kívül nagy valószínűséggel tartalmaznak valamiféle összetevőt, amely segít átvészelni a küzdelmes időket. Szóval szerencsére egyelőre semmilyen tápanyagban nem szükölködünk. De ha von Payer a múlt héten nem terít le egy jeges medvét két tüdőlövéssel, most nem Johann Orás tökéletes pörköltjével ünnepelnénk a karácsonyt. Ó, már szervírozzák is a medvét. Egészségére, drága doktor úr. Elárulok egy titkot. Weyprecht kapitány gondosabb tervező, mint hinnénk. Egy lezárt ládában minőségi ajándékok várják az esetleges következő karácsonyt. Már akkor sejtettem, hogy valami nem stimmel, amikor azt mondta, hogy nem ez az utolsó karácsonyom. Komolyan gondolja, hogy egy év múlva is itt leszünk? Erre nagyon kicsi az esély. A jégtáblák sodródnak a víz felszínén, így nagy valószínűséggel pár száz kilométerrel arrébb ünnepelhetünk. Ó, Tannenbaum, Wittreus in deine Blätter. Ó, Tannenbaum, Wittreus in deine Blätter. Boldog karácsony, doktor úr! Tavaly ilyenkor nem hittem magának, és tessék! Én mondtam, hogy jó esélyünk van arra, hogy nem szabadulunk a jégfogságából. Ó, abban magam is biztos voltam. Nálam pesszimistább embert nem igen találna sehol, már ha egyáltalán létezik még bármi a fagyon és a sötétségen kívül a világegyetemben. De én most Herr Weyprecht titkos ládájára gondoltam. A kapitány néha gorombának tűnik, de a szíve a helyén van. Akkor sem értem, hogy bírta ki tavaly fél év nélkülözés után, hogy ne bontsa fel a ládát. Elképesztő. Bécs és Póla nagylelkű hölgyeitől külön ecérre felajánlott ajándékok. 50 darabból álló szivarcsomagok, mindenféle kolbászok és csokoládé, zsebórák, megáll az ész. A paframorgóval teli palackokról ne is beszéljünk. Szerintem inkább kóstoljuk meg őket. A matrózok impozáns jégpalotát építettek a hajó mellett, és fogadást tartanak valamennyiünknek. Azt javaslom, nézzünk át a palotába. Állítólag vár még ránk pár lepetés. Boldog karácsony, kapitány úr! Egészségére! Magának is, kedves ötön! Remélem nem bánta meg, hogy nem lövettem le. Már számtalanszor megbántam Herr Weyprecht, de jelen pillanatban sehol máshol nem lennék a földkerekségen. De honnan faszolták a matrózok a karácsonyfát? Egy széttört csónak darabjaiból emelték a vázát. A díszektől nem látszik, hogy tűlevélnek még csak nyoma sincs rajta. Boldog karácsonyt! Miért gondolom, hogy élcelődik velem von Payer? Na, egészségünkre! Egészség. Elnézést, Herr Weyprecht, ha beleszóltam a beszélgetésükbe, de azt hiszem, itt az alkalom, hogy beavassuk Herr Geigert a terveinkbe. Pompás ötlet! Csak töltsünk még egy pohárkával! Szóval, kedves ödön, arra gondoltunk a kapitánnyal, hogy tavasszal hosszabb gyalogos kirándulást terveznénk az augusztus végén megpillantott szárazföld felderítésére. Amennyiben nincs remény a szabadulásra, kiváló tervnek tűnik az idő eltöltésére. Igen ám, de mivel fogytán vannak a készleteink, csak kevesen vehetnek részt a vállalkozásban. Arra gondoltunk, hogy maga viszont velük tarthatna. Kárszel szigonymesterre szükség lesz az itt maradók élelmezéséhez, és Kepes doktor tevékenysége is úgy a leghasznosabb, ha a többséget szolgálja. Nem igaz, von Payer? De még mennyire, kapitány úr? Eleinte csak a kutyákhoz is kitűnően értő Orel sorhajózászlóssal és három matrózzal terveztem útnak indulni. De aztán Herr Kepes felvetette, hogy mi lenne, ha magát is bevennénk a csapatba, Herr Geiger. A lehetetlen indítás után egész használhatónak bizonyult az elmúlt másfél évben. Nagyon köszönöm a bizalmat. És ahogy említettem, minden jobb, mint egy helyben csücsülni.
De ne feledje, amit korábban megbeszéltünk. Maga hivatalosan sosem utazott a Tégethoffon. Így az expedícióról nem tudósíthat, s az esetleges földrajzi felfedezésekkel járó dicsőségből nem részesülhet. Kapitány úr, erre kezet ráztunk, amikor beleegyezett, hogy Tromszőben is a hajón maradjak. Ígérem, hogy soha senkinek nem mesélek az itt történtekről. Persze, egyelőre nem úgy tűnik, hogy bárkivel cseveghetnék a közeljövőben magukon kívül. Sosem lehet tudni, Hergeiger. Az embernek néha hinnie kell az álmaiban. Ura dolgokat álmodhat maga, kedves von Payer, ha idáig jutott. Ne élcelődjön, Hergeiger! Inkább vegye elő a tájolóját! Az orromig se látok a köttől! Már is, főhadnagy úr! Rossz hírem van! Jelen pillanatban én vagyok a legészakibb ponton valamennyi embertársunk közül, és maga csak a második! Csak a medvék miatt engedtem előre! Ezen az alapon Szivo Zaninovics is vezethetné a sort. Végtelen ereje van, egyedül húzza a szánt, mióta a kutyák elfáradtak. Szerintem, ha meglátná egy jegesmedve, rettegve eloldalogna. Szegény Antonio Zaninovics. Hetek óta egy szót sem szólt a búskomorságtól. Képtelen kiheverni Otto Krisz halálát. Közel 2 éve minden este lejátszott egy sakkpartit a gépésszel. Pedig minden alkalommal veszített. Furcsa dolog ez a barátság, von Payer. Ebben igaza lehet. A kadétiskolában magam se gondoltam volna, hogy egyszer majd egy hálózsákban alszom egy magyar újságíróval. Választhatta volna Zaninovicsot is. A hőtani adottságai is kedvezőbbnek tűnnek. Azt pedig már meg sem merem említeni, hogy ha azt nézzük, hogy jellasíts... Inkább a tájolóra figyeljen, kedves ödön. Pontosan kell tartanunk az irányt, különben nem lesz térképünk erről a szigetről. Arról nem is beszélve, hogy vissza kell találnunk a Tégethoffhoz. Szerencsére a terep meglehetősen könnyűnek ígérkezik. Meggyon! Von Payer! Hová tűnt? Julius! Hall engem! Morel! Zaninovics! Ide gyorsan! Úgy tűnik, a főhadnagy úr belecsúszott egy hasadékba! Óvatosan közelítsenek! Bárhol beszakadhat a hó! Már is megyünk! Szívó, óvatosan! Bozsimoj! Hogy az a jó, büdös tétvés rohadt élet! Von Payer! Hall engem! Hallom! És nagyon örülök, hogy Szívó végre megszólalt! De húzzanak ki valahogyan mielőbb! Az úponyon fennakadt egy párkányon! Ha elhasad a szövet, tovább zuhanok! Jó, jó, jó! Viszek kötelet! Orel már hozza is a kötelet a szárról! Tartson ki, főhadnagy úr! Tartsa ki magát az ördög, Hergeiger! Viszont látom a kötelet! Még egy kicsit lejjebb? Úgy! Erősen fogják! Szivó is velünk van! Kérem, bírja ki még egy ideig! Már is felhúzzuk! Húzd meg! Húzd meg! Húzd meg! Ne visz innen! Szóljon már rá erre a kutyára, Orel! Rám nem hallgat! Azt hiszi, játszunk és az ellenkező irányba húzza a kötelet. Kasper, aus! Van valami gond? Kasper, aus! Semmi probléma, mindjárt meg vagyunk. Húzd meg! Húzd meg! Orel, nyúljon a hóna alá, kérem! A mindenségit. Jól van, főhadnagy úr. Azt hiszem, kutyabajom. Viszont az ubbonyom szana szétszakadt. De hiszen maga remeg. Rettenetesen fázom. Kérem, vegye fel az anorákomat. Én úgyis jól kimelegettem a húzásban. Köszönöm, drága ödön. Nem hiszek a szememnek. Maga kokárdát visel áprilisban a zubbonya alatt. Ha nem most mentette volna meg az életemet, azt hinném, engem akar provokálni. Korán sem, von Payer. Hervey Prechtet bosszantottam vele még márciusban. Aztán felvettem az anorákot, amit azóta nem volt módom levenni. Inkább ne magyarázkodjon, Geiger. Tudja, hogy igazán hálás vagyok magának. Mi lenne, ha sok beszéd hét, inkább kortyolnának egyet az úr. Egy egész üveg cvak keserű? Hát ezt a konnan szerezte, Zaninovics. Záher tortát nem hozott? Hát az úgy volt, hogy 2 éve Bremerhavenben... Tudja mit? Nem is akarom hallani. Egészségükre, és nagyon köszönöm. Nézzenek! Tisztul az idő! És előttünk, mintha véget érne a szárazföld! Nagyon úgy tűnik, hogy elérkeztünk a sziget északi partjaihoz. Elképesztő eredmény, drága barátaim!
Ezzel az utolsó partszakasz is a helyére kerül a Ferenc József földtérképén. Már csak haza kell jutnunk valahogy, hogy a császár is értesülhessen az újonnan felfedezett szigetcsoportról. Ödön. Ödön, ébredjen, most nem alhat el. Pedig már egyáltalán nem fázom, doktor úr. Éppen az a probléma. A kihűlés veszélyes szakaszába került. Ha most elalszik, az ördög sem tudja felébreszteni. Jobb is lenne úgy. Ennek a csónakázásnak már sosem lesz vége. Szeretném emlékeztetni, hogy legelőször maga vetette fel, hogy egyedül úgy lehet esélyünk a túlélésre, ha elhagyjuk a Tégedhofot és a mentőcsónakokat délfelé cipelve megkeressük a nyílt vizet. Azért gyalogolt 3 hónapot a jégmezőn, hogy elszundikáljon a cél előtt. Milyen célról beszél, drága barátom? Az igaz, hogy elértük Novája Zemlját, de a szél rossz irányból fúj, így nem tudjuk elérni az Izbion által letett készleteket. Az ellenkező irányba evezünk, doktor úr. A tegnapi vihar közben pedig elszakadtunk a többi csónaktól. Azt se tudjuk, hogy a többiek élnek-e még. Arról nem is beszélve, hogy hivatalosan én itt sem vagyok. Tehát problémamentesen eltemethetnek. Amennyiben magánál az elsődleges életélek közé tartozik, hogy badarságokat beszél, annyiban meg vagyok magadva. Ugyanakkor arra kérem, próbáljon mozogni valamicskét. Hajó! Látja, már Slivó is képzelődik. Ez is azt mutatja, hogy nekünk aztán pláne nincs esélyünk. Szeretném emlékeztetni, hogy Zaninovics 2 napig megállás nélkül evezett a viharban, és 5 perce még fütyörészve pecázgatott a csónak végében. Nem úgy tűnik, hajó! Mintha valóban lenne ott valami. Csak nyissa ki a szemét! Ott, a horizonton! Nem látok semmit. Te húzza följebb a sapkáját, Geiger úr! Hajó! Egy korsó sört kérek, drága Hilda! És egyben rendezném az elmaradásaimat is. Te élsz, Ödön? Otto? Nem is láttalak. Mit keresel itt? Azt hiszem, ez egyértelmű. De az már kevésbé, hogy te hogy kerülsz ide, drága barátom. Gondoltam, rendezem a számlámat Hildánál. Azt már másnap rendeztem, nyugodj meg. Tűvé tettük, érted, az egész kikötőt. Aztán arra a következtetésre jutottunk, hogy minden valószínűség szerint belepottyantál a tengerbe. Hát éppenséggel kicsi múlott. Még az újsággal is felvettük a kapcsolatot. Abban a reményben, hogy csak a számlát nem volt kedved kifizetni, és visszautaztál Budapestre, de ők sem hallottak felőled. Végül más írta meg a tudósítást is. Te tudsz magyarázatot adni, hogy mi történt? Természetesen. Elsőként értem el a Ferenc József föld legészaki pontját Julius von Payer társaságában, miután karácsonykor bécsi csokoládét ettünk a drága szivarokhoz. Persze, rögtön a flambírozott jeges medvevese után, közvetlenül. Hát ezt te honnan tudod? Onnan, drága Ödön, hogy mindig is össze-vissza beszéltél badarságokat. De tulajdonképpen engem nem is érdekel, hogy mi történt. Örülök, hogy életben vagy. De gyere, ígyunk inkább valamit. Hildám, tartasz még abból a magyar gyomorkeserűből? Természetesen mindenki a vendége. Főszerepben Barát István. További szereplők: Szalai Csongor, Bozsó Péter, Hanvas Dániel, Baksa Imre, Epres Attila, Előd Ámos és Elek Ferenc. Producer Tamás Zsolt. Szövegkönyvíró Lerner Balázs. Dramaturg Garai Judit. Rendezőasszisztens Bitter Zsuzsanna. Hangmérnök Ruskó Péter. Hangutómunka Lukácsi Kornél. Gyártásvezető Bitter Zsuzsanna. Zene 12 Tones Music. Szerkesztő Molnár Attila Dávid. Rendező Tamás Zsolt. A felvétel a Merkaba stúdióban készült 2020-ban. A sorozatot készítette a természetfilm.hu egyesület. Hova tovább, magyarok? Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.